Kedves nézőink, itt most különleges élet zajlik a stúdióban. Nemeshegyi Dorinát és Zsikla Attilát köszöntöm, plusz a fiatal urat is, aki, hogy hívnak? Vihar. Mi a neve? Viharnak hívják. Rihár. Vihar. Ja, Vihar, akkor meg süket vagyok. Na jó van, egyre jobb. A Huskykról fogunk beszélgetni. Azt olvastam a napokban, nem olyan rég, hogy egy kutatást tettek közzé, hogy most éppen milyen kutyafajták a menők különböző országokban. És hát ugye azt is lehet tudni, hogy a Husky is egy olyan kutya, amit úgy most egy ideig, vagy egy ideje nagyon népszerű. Igen. De, és akkor most jön a de. Azért fontos, hogy aki tud, tartson állatot, legyen kutya, macska, mert az szükségünk van az állatokra, nem csak nekik van ránk szüksége. De a de, hogyan is, mit is kell érteni azután, hogy arra szól, hogy de? De a Husky meg ehhez hasonló fajták, a Alaszkai Malamute Samoyed, egy gyönyörű kutyafajták, lehet látni, hogy az is nagyon szép. Akár föl is jöhet két lábbal, ha tud. Viszont hatalmas a mozgásigényünk, szóval ez megmaradt ebből a tenyésztésből, hatalmas a ösztönük, egyszerűen sok foglalkozást kell nekik, minden nap lemozgatás, tanítás, hogy ezt az ösztönt, illetve hogy ki legyen elégítve mindene a kutyusnak. Utána nagyon jó társ válik belőle, de sokan nem tudják a kutyusnak ezt biztosítani. Így van, és így kerülnek az utcára. Rengeteg a kóborkutyus, illetve akik megszöknek, ezek kerülnek menthelyre, és illetve az alapítványhoz is így kerül rengeteg kutyus. Azt tessék nekem megmondani, van más témában egy rendszeres beszélgető partnerem, akivel mindig azt mondom, hogy van egy kedvenc szavunk, ugye, amikor azt mondjuk, hogy edukálni kell az ügyfeleket. Tehát ugye az oké, okay, hogy együtt élnek egy kutyával, és ugye a kutyát iskolába kell járni, ergo edukálni kell, de a gazdát kell, vagy a gazda jelöltet kell leginkább edukálni. Igen. Jól értem, kedves Attila? Igen. Igen. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy vegyük be a fejünkbe, hogy mondjuk, ha én lakom egy másfélszobás lakótelepi lakásban, nem biztos, hogy nekem Huskyt, Samoyedet, stb. Kell tartanom, ha állatot akarok tartani. Hát mindenképp előtte körbe kell kérdezősködni, körbe kell járni, utána kell nézni a fajtának mindenképpen. Számunkra hiteles embertől körbe kérdezni, akár trénerektől, tenyésztőktől, hogy ez vajon jó ez a kutya számunkra, vagy szétszedi mindenünket, vagy pedig jó lesz, megfelelő nekünk. Általában kertesházba szoktunk azért adni kutyusokat, elég erős kerítés mellett, akár két méteres mellett is, de van olyan kutyus is, aki el van lakásban, szóval ez az adott kutyától is függ. Mi vezethet oda egyébként, hogy két méteres kerítés, mondjuk nem két méteres, másfél méteres, ő átugor és elmegy, elkóborol. Kíváncsiskodik, vagy hajtja az ösztöne inkább? Vagy... Kíváncsiskodik, hogyha ő unatkozik, akkor talál magának elfoglaltságot. Aha. Tehát ezért kell nagyon odafigyelni. Vannak ilyen hullámok? Tehát, hogy mondjuk most azt mondják, hogy jaj, láttad az én kisgyerekem a tévében egy milyen helyes kutyuskáról szóló sorozat, ilyen kutyát akarok, és akkor a... Igen, hogyha karácsonykor például leadnak pár filmet, a kutya bajnok például az egyik, akkor utána jönnek a telefonhívások, hogy nekünk kékszemű, fekete-fehér kutya kell, aki Démonnak hívnak, mert az volt benne a főszereplő. Bocsánat. Igen, úgyhogy ez nagyon sok kutyánk jön úgy, hogy Majának hívják, már a másik filmben is Majának hívják, úgyhogy igen, ez előfordul. Hogy működik ez a kutyamentés? Erről beszélnek kicsit a lehetséges. Hát igazából, hogyha megtudjuk, hogy van egy kutyus, amire most kell megmenteni, mert egyszerűen nincsen másik hely, ahol tudnák fogadni, akkor átvesszük. Nekünk nincsen külön helyünk, és csak panziókba tudjuk elhelyezni a kutyusokat, vagy idéglenesbe fogadóknál. Úgyhogy nekünk nincsen külön telephelyünk sajnos, erre nem tudunk így költeni, de van nagyjából 50 darab kutyusunk jelenleg, és ők vannak panziókba elhelyezve. Ez az alapítvány,
amit képviselnek, ez ugye pályázhat már, ha jól tudom, az 1%-ra is. Igen, így van. Főleg 1%-ból, illetve adományokból tartjuk fel magunkat. Mennyire adakozókedvűek az emberek? Főleg ünnepekkor jobban adakoznak egyébként, de hogyha látják, hogy van egy basszorult kutyusunk, akinek több műtét kell, vagy nagyon rossz állapot van, akkor szerencsére kedvesek, és több adományt szoktunk kapni. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Több műtétre van szüksége, mondta az előbb. Hogy megint a gazdák és a gazdajelöltek edukációjára gondolok, hogy állatorvos szerepe, hogyan vigyük, mikor vigyük, ebben is nyújtanak segítséget? Persze, azért mi, hogyha tőlünk körülbelül fogadnak egy kutyust, akkor egy eleve egy szerződéssel adjuk őket. Ez egy nagyon fontos dolog. Igen. Ott minden le van írva, hogyha bármilyen, akkor állatorvoshoz kell fordulnunk, ilyen alap útmutatót azért tartunk a gazdáinknak, hogy jó helyre kerüljenek, meg is válogatjuk mindig a örökbefogadóinkat, hogy ne kerüljön megint utcára a kutyus. Úgyhogy ezt próbáljuk mindenféleképpen az emberek felé is közvetíteni, hogyha baj van, állatorvoshoz kell vinni, meg mi egyéb problémáik lehetnek, havonta a kullancs, féreghajtás, meg ezek, ezt mindenképp meg kell csinálni. Vannak hivatásos tenyésztők, meg vannak ezek a, hogy mondják, ez ilyen szaporító telepek, tehát ami maga a név is borzasztó. Hogy lehet küzdeni ezek az utóbbiak ellen? Mert én szerintem ez az egyik legnagyobb probléma. Ez így van, és nagyon sok van, egyre több van. Általában az emberek, hogyha egy elektronikai eszközt veszünk, akkor azt azért utána járunk mindig állatoknál, valamiért ez nem mindig bevett szokás, és legelső hirdetésből vesznek kutyust, innen általában szaporító telepekről. Szóval, hogyha nem tudjuk megnézni a kutyus szüleit, hogy hol van, hogyha már 6-7-es hond akarják adni egy parkolóban, akkor az valószínűleg szaporítótól lesz. Na de szabad működni egy ilyen szaporító telep? Nem. Akkor kérdezem én, hogy ilyenkor a hatóságoknak mit kellene tenni? Hiszen van már egyébként állatvédelmi törvény, ami egyébként unterus, vagy magunk között, szóval szerencsére aránylag szigorú. Igen. Aránylag szigorú azért. Igen. Hát hatóságok próbálnak minél több szaporító telepet bezárni, és azokat a kutyusokat elhelyezni, tehát annyi rengeteg van, hogy nem tudnak mindenhova eljutni jelenleg. Ugye remélhetőleg az években azért sikerül egyre többet bezáratni, és egyre több ilyen szaporulatokat megszakítani, illetve megszüntetni. És én azt ajánlom, hogyha kölyökutyát akarunk, akkor mindenképpen hivatalos tenyésztőtől vegyünk, ott meg tudjuk nézni a szülőket, vannak betegségre szűréseik, normálisan 8-9 hetesen adják oda a kutyus mikrocsippel, szerződéssel, és onnan érdemes venni kutyust. Veszünk tenyésztőtől sok kutyát, jól tartjuk őket. Mit gondolnak, hogy körülbelül hány százalék az a kutyáknak, amelyik nem mondjuk az ivartalanításon érdemes lenne elgondolkodni? Vagy ez nagyon merész felvetés? Nem. Én alapját azt mondom, hogy mindenképpen, hogyha nem törzskönyves, meg kiállítási tenyészetben lévő kutyus, hivatalos tenyészetben lévő kutyus, akkor ivartalanítjuk az a felesleges szaporodókat is, meg akadályozza, illetve különböző betegségekben is ezt elfolytjuk. Tehát csak azoknál a kutyáknál nem erőltessük az ivartalanítást, amelyik szép családfával, mindenféle kutyabőrrel, már bocsánat, rendelkeznek. Semmi. Ilyenkor mondjuk például most eljöttek ide a stúdióba, innen akkor most nagy séta következik, vagy? Az biztos, hogy kap egy csomó jutalomfalatot vihar, illetve kap egy nagy sétát is. Mert hogy ő nem bírja ezt a... De nehezen viseli ezeket. Hát mit mondjak önöknek? Azt tudom mondani, hogy
Nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Hát köszönjük. Sok vihart szeretnénk még látni az utcákon. Egyébként mennyire barátságos egy ilyen jószág? Ez is kutyustól függ, meg szocializálódástól. Vihart barátságos szereti az embereket. Van olyan kutyusunk, aki kevésbé jön ki másokat, de hát őket is próbáljuk rehabilitálni, hogy minél előbb családhoz kerüljenek. Jut eszembe, ha már erről beszélünk. Vannak ezek a nem tudom, harci jellegű ebek, uh-huh. Ezeknél is szocializációra lenne szükség, hogy mondjuk úgymond emberbarát normálisan váljanak, vagy ez hogy zajlik? Hát mindenképpen a kutyáknál a szocializációzása kezdődik, hogyha normális körülmények közül vesszük őket, és normálisan tartjuk őket, igen, akkor nagy valószínűséggel barátságos is lesz a kutyus. Hát szóval sok ilyen viharra van még szükségünk, és nagyon remélem, hogy minél több kutyát meg tudnak menteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.